Februári első adásunknál üdvözlöm a Városi Televízió nézőit! És hogy milyen témák szerepelnek terítéken a mai adásban, nézzük dióhéjban a műsor címszavas tartalmát! A legmagasabb városi kitüntetések átadása. Csemadok által szervezett farsangi magyar bál. Vitafórum a részvételi költségvetések miatt. A rozsnyói rendőrség új szolgálati járművel gazdagodott. Azok az emberek, akik oda teszik magukat nap mint nap, és időt, energiát nem sajnálva hozzájárulnak városunk gazdasági és kulturális fejlődéséhez, azok megérdemlik az elismerést. Így valamennyien komoly díjakkal lettek kitüntetve. 2018. február 3-án immár 23. alkalommal kerültek ünnepélyesen átadásra a legmagasabb városi kitüntetések, azaz a város díszpolgári címének díja, a Rozsnyóváros díja, illetve a polgármesteri díj. A városi önkormányzat képviselői 1995-ben szabályrendeletet hagytak jóvá, amely alapján olyan személyek vagy csoportok lehetnek kitüntetve, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, s a város hazai és külföldi népszerűsítéséhez. A Város Díszpolgára című díjjal a következő személyek lettek kitüntetve. Fabó Tibor, a sikeres művészeti tevékenységért a színművészeti területen, Tihi Kálmán, in memoriam, gazdag életművének tiszteletére, illetve születésének 130. és halálának 50. évfordulója alkalmából, és nem utolsó sorban dr. Huszár László eddigi munkásságáért az állatorvosi és mezőgazdasági területen, és az ő jubileumi 90. születésnapja alkalmából. Számomra mérhetetlen megtiszteltetés jelent. Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Rettentően jó érzés az, hogy úgy, ahogy én lépten nyomon megemlékezek a szülővárosomról, a szülővárosom is megemlékezett rólam. Ennek kapcsán csak annyit tudok mondani, hogy még örömtelibben tudom hirdetni ennek a városnak a hírnevét. Ez a mai nap számomra egy tényleg meghatóan különleges alkalom volt. Mindegyik díj nagyon fontos az ember életében, bár megtörténhet az, hogy kicsikét kiég talán, vagy elfárad, és akkor hirtelen ezek a díjak mindig jó értelembe véve egy újabb lökést adnak ahhoz, hogy a munkáját úgy végezhesse, hogy szívvel, lélekkel megcsinálja. A Rozsnyóváros díjjal a következő személyek lettek díjazva. Fábián István a több éves tevékenységért a fotózás területén, dr. Tománko Klára az ő szorgalmas és professzionális munkájának köszönhetően az egészségügyi területen és a szakképzett kvalifikált tudásáért a gyermekorvosi pályán, illetve Egri János mérnök ezredes, in memoriam, a 38 éves munkásságáért és a tűzvédelmi és tűzoltói szolgálatáért Rozsnyón. A képviselőtestület döntött úgy, ahogy döntött, és én azt hiszem, hogy nagyon jó döntést volt. Az én oldalamról, mint polgármesteri díjak, akiknek adtam, én is azt tudom megmondani, hogy nem egyszerű a választás, mert ebben a városban rengeteg ügyes ember lakik, dolgozik, fejleszti a várost, de egyszerűen valakit díjazni kell, és ezekre az emberekre esett már sors. Én nagyon örülök, hogy kapták ezeket a díjakat, biztos, hogy megérdemlik, és tiszta szívből adtuk át nekik. Évente kiosztásra kerül a polgármester díja is. Ez a díj a következő személyeknek és kollektíváknak lett átadva. A kinológiai szolgálati osztálynak a polgárok tulajdona védelméért, illetve a kimagasló teljesítményekért az egészségvédelem és az egészségügy területén. A Rozsnyói Egyházmegyei Szeretetszolgálatnak a professzionális segítségét a szociális szeretetszolgálat létesítményekben, amelyek segítenek méltóságosan élni az embereknek a betegségek, öregség vagy a család elszakadás ellenére is. Pál Balázs Carmennak a városi sikeres reprezentációjáért itthon és külföldön a popzenei területen, illetve magiszter Tóth Sándornak a több éves odaadó oktatási és nevelési pedagógusi munkájáért.
Egy meglepetéssel lettem megint gazdagabb, úgyhogy polgármesteri díjban részesülni bizony az egy nagyon kedves és nagyon kellemes érzés. Hát úgy gondolom, hogy az eddig elvégzett munkámat értékelt a polgármester, mind ahogy ez el is hangzott. Hát nagyon örülök neki, hogy Rozsdon város polgármestere is felfigyelt az eddigi munkámra és tevékenységemre. Ilyenkor sok minden előjön az ember életében. Hát egy életútnak a munkája van itt mögöttem, és én azt hiszem, hogy pontosan ezt értékelte a polgármester úr, és döntött akkor, mikor nekem ezt a díjat odaítélte. Február 3-a egy jeles nap volt számunkra, hiszen a díjátadáson kívül idén ünnepelte városunk első írásos említésének 727. évfordulóját. Nagyon örültem, hogy éppen ez a gyönyörű városi címer, ami mögöttünk van, hogy a város születésnapja alkalmából volt átadva. Annál nagyobb az öröm, hogy a mi iskolánk, ami a város alá tartozik, a magyar iskola csinálta meg ezeket, úgyhogy látni, hogy nagyon ügyes gyerekek vannak ott, én büszke vagyok nagyon rájuk, és biztos, hogy előkelő helyre fog ez kerülni, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm nékik. A jó kedv valóságos gyógyszer. Egyetlen mellékhatása van, hogy másra is ráragadhat. De ki bánja ezt egy jó kis bálban? 2018. január 27-én a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete által került megrendezésre a Farsanki Magyar Bár Rozsnyón. 19 órai kezdett el a Történelmi Városháza báltermében. Hiszen a vízkereszttel beköszöntött a vidámság és a bálozás ideje. Az adventi elcsendesülős napok után végre eljött a jó kedv, a mulatozás időszaka. Nem tudom pontosan, hogy hány éve rendezzük ezt a bált, de én azt hiszem, hogy a 45 éve, 50 éve biztos van ez a bál már, mert én 45 éve lakok Rozsnyón, és ez minden évén meg volt szervezve, és már azelőtt is hagyománya volt neki, úgyhogy pontos évszámot nem tudok, de 50 éve már biztos van. A főszervezője ennek a Csemadok alapszervezet, Rozsnyói alapszervezet, minden évben megszervezzük, és úgy látszik, hogy a mostani nagyon jó hangulattal kezdődött, és örülünk neki, hogy újra sikerült megszervezni. Ez éven is bebizonyosodott, hogy a rozsnyóiak szeretnek bálba járni, hiszen a magyar bálban idén is szép számban jelentek meg. A mai bálon mi velünk szervezőkkel együttön 155-en vagyunk, és még a kiszolgálókkal, meg a pincérekkel együtt körülbelül 160-an. Úgyhogy ennyien vagyunk, és úgy látszik, hogy tetszik a bál, a magyar bál, mert jönnek olyan házaspárok is, akik egyik szlovák, másik magyar. Jó érzés ezt, jó tudni, hogy a magyar bál után érdeklődés van. A talpalával ott a Fortuna 2008 Pelsőci zenekar, és a cigánzenét a hangulathoz pedig a Ruszján Maros zenekara szolgáltatja. Úgyhogy vacsora közben és itt kint pedig a szünetekben, itt a előtérben zenélnek, úgyhogy mindenki mulathat kedvére, táncolhat magyar zenére, magyar cigánzenére és tánczenére is. A bálozók között voltak fiatalok és idősebbek is, magyar nemzetiségűek és szlovák nemzetiségűek is, de mégis volt valami, ami közös volt bennük, mégpedig az, hogy mindannyian sokat nevettek, felszabadultan táncoltak, s ezen a csodálatos szombatestén színesebben látták a világot a bálnak köszönhetően, mint egy nagy család, hiszen pontosan ez a lényege a báloknak, a közösségépítés, vagy netán éppen teremtés. A tombola díjakot szinte nekünk nem is kell összehozni, maguktól hozzák a vállalkozók, akik idejönnek. Nagyon sok díjunk van, és nagyon értékes díjak, és a polgármester külön ajándéka a tombolából egy 140 cm-es tévé, ami nem kis összegbe kerül, ő adta ajándékba, és még a bál három legszimpatikusabb párjának három kosár, szép kosarat ajándékoz. Most a bálba először mindenki kapott egy könyvet ajándékbe Rozsnyóváros polgármesterétől, Rozsnyóvárosról, úgyhogy most a Rozsnyóváros hírét is viszik, és a Csemadokét is, és a magyarságét is. A jó zenéről a Fortuna 2008 zenekar gondoskodott, az előtérben pedig a jó hangulathoz Rusznyák Maros és zenekara szolgáltatta a zenét. A Farsanki Magyar Bál immár legendássá vált.
Népszerűsége egyre nő. Családias hangulata évről évre visszacsábítja vendégeit. Szeretnénk ezt megtartani mindig, hogy ilyen jó hangulata jöjjenek ide, jó emlékekkel a farsangi magyar bálról, hisz ez csak egyszer van egy évben, és akkor itt kimulathassák magukat, kitáncolhassák magukat, úgyhogy mi ennek örülünk. És nagy öröm számunkra az, hogy igenis a magyar bál nem fog elveszni. január 31-én, szerdán 17 órától a Városi Hivatal nagy termében először valósult meg a vitafórum a résztvételi költségvetés miatt, amely célja az új kapcsolatok kialakítása a városi önkormányzat és a polgárok között. A gyűlést a lakosokkal magiszter Kovács Radoszlav az Otvor-Dvor polgári társulásból nyitotta meg, és ő is vezette. A vita nagyon termékeny volt. A polgárok aktívan bekapcsolódtak, jó tanácsokat adtak, és rámutattak arra, hogy mit lehetne városunkban megjavítani, jobbá tenni, illetve kibővíteni. A város oldalán lesz feltöltve az összes ezzel kapcsolatos információ. A legközelebbi vitafórum 2018. február 14-ére van tervezve. Új szolgálati rendőrautóval üldözhetik majd a bűnt a rozsnyói járőrök. Ezekben a napokban már észrevehették városunk lakosai, hogy rendőrjeink már egy új járművel, egy Dacia Duster 4x4-el végzik munkájukat, amely az egyik régebbi szolgálati rendőrautó helyett került a rendőrség szolgálatába. Sajnos az előző rendőrautó már elég rossz állapotban volt, így kénytelenek voltak azt lecserélni. Több mint 200 ezer kilométer távolságot tett meg városunk biztonságának érdekében, és több mint 16 évig használták a rozsnyói rendőrök. A rendőrség elmondása alapján munkájukban a gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása alapvető követelmény, amelyek teljesítése lehetetlen a gépjárművek cseréje nélkül. Az új járműhöz rendelkezésre áll nyári és téli gumikészlet is. Az autó megfelel a modern biztonsági, a környezetvédelmi és a rendőrségi követelmény, klímával és számos vezetéstámogató rendszerrel van ellátva. A rendőrök felszerelése biztonságosan és rendezetten helyezhető el az utas, illetve a csomagterükben. Kedves nézőink! Ennyi fért a Rozsnyói Magazin szűkre szabott perceibe. Köszönöm, hogy a számtalan televíziós csatorna közül ma a Rozsnyói Magazint választották. A viszontlátásra!